ebben a pillanatban elindult az 1000 méteres városbíró díj, jól jött el az egész mezőny. Big Dama az, akinek nem jól sikerült igazán a start, a többiek azonban szépen elő vannak, illetve Ducsénak is még előrébb kell galoppozni. A Power of Angel vezet, Power of Angel mellett ott van Vellana, illetve Speedtest jön fölfele, most már Duce is, Fire for Goga is megpróbál lábra kapni. Úgy tűnik, hogy aki vezet, az Power of Angel. Power of Angel hozza tehát a mezőny, tehát nagyjából most már teljesen egy bolyban halad az egész a mezőny, Big Dama is a lábra tudott kapni, Big Dama is most már egyértelműen ott van a frontban, belül Fire for Goga, Fire for Goga vezet, mellette ott van Big Dama, és jön kívülről Duce is, Duce most indult meg igazán, aki viszont hátrafelé látszik menni, az Power of Angel, kívül viszont hatalmas lendülettel jön Duce, Duce az, aki vezet, Duce meg fogja nyerni ezt a versenyt, belül ott van Fire for Goga, Fire for Goga még küzd, Fire for Goga megpróbál vissza támadni, azonban Duce nyert, Fire for Goga a második, harmadik helyre pedig végül Big Dama tudott odaérni. Hát azért meglepetés csak-csak hozott ez a versenyünk, hiszen Duce bár megnyerte ezt a futamot, Power of Angel a start pillanatában nem is volt gond, ő hamar lábra kapott, de aztán úgy fél távtól szépen lassacskán elkezdett visszafele menni, jött viszont Fire for Goga, aki esetében a táv volt igazán kérdéses, illetőleg Big Dama, akire fölhívtam azért a figyelmet, hogy egy harmadik helyre mindenképpen érdemes számítani, hát ezt meg is tette, úgyhogy egy 1-es, 3-as, 4-es befutási sorrendünk alakult ki, ez pedig a harmadik legkedveltebb játék volt a 3-as befutó játéknál, 12,9-szeres szorzót hozhat ez így. Duce szokás szerint egy kicsit nehezebben indult el, ugye azért lehetett kételkedni abban, hogy az 1000 méter ez mennyire szólhat majd a mellette. Itt úgy tűnt egyébként, hogy könnyedén elgaloppozik majd mindenki mellett, de azért szépen tartotta magát Fire for Goga is, és egy picikét ugye vissza is tudott támadni. Így lehet egy 1-es, 3-as, 4-es befutási sorrendünk, ám bátor lehet, hogy a célfotó. Figyelem, a második futam nem hivatalos befutási sorrendje.